Sziasztok, én Marci vagyok, ez pedig a Komármi Kalandor. Két barátommal, Dáviddal és Péterrel elhatároztuk, hogy felkeressük Felvidék magyar szempontból érdekes városait, és bemutatjuk nektek. Első választáson Nyitrára esett, ahol sajnos napjainkban a magyar lakosság aránya nem éri el az 1%-ot. Viszont a Nyitrai Egyetem magyar karának hála, az év folyamán számtalan magyar ajkú felvidéki diák tanul Nyitra városában. Egy rövid, de izzasztó séta után felértünk a Nyitrai várhoz, és hát a kilátás magáért beszél. Nyitra után a következő megállom Zobordalás, és itt áll a 12. században épült Szent Mihály templom.
Zobordalázsról Apony felé vettük az irányt, ahol megtekintettük a háttérben látható Aponyi várromot, amelyről az első írásos feljegyzés a 13. századból származik. Az Aponyi vár a Tribecs-hegység egyik nyúlványán helyezkedik el, és ugyan látszik, hogy a történelem megtépázta, de ennek ellenére mai napig is rengeteg turista keresi fel a várat. Utunk végén visszatértünk Nyitrára, egészen pontosan a Kálvária-dombra, ahonnan a legszebb a kilátás a városra. Itt veszünk búcsút tőletek és a naptól. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Köszönjük, hogy elünk tartottatok. Sziasztok! Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.